Sziasztok! Itt vagyunk egy újabb speciális videóban. Szeretném csak mutatni nektek a megújult és beújított FilmGamer Patreon oldalunkat. Látjátok az oldalt magát, ezt el fogjátok érni ennek a videónak a leírásában, illetve az összes videóban most tehát lesz idő átcsélni, itt több ezer videóról van összesen szó. Ott egy régi link, de az egyszerűen rossz volt, és az új, ez jó. Meg hát módosítottam rajta egy-két dolgot, és hát ennek köszönhetően részben egyébként tudtam elkészíteni azt a friss tegnap videót, amit láthatok most fent a koncertó rovatban, ami egy ilyen kerekasztal podcast beszélgetés az elmúlt 10 év zenéiről, ugye annak az okán is, hogy a csatorna 10 éves, és a Skyrim is most volt 10 éves, a Skyrimnak is volt pont egy ilyen 10 éves nagy zenekari koncertje Londonban, ha jól emlékszem, fent van a YouTube-on, meg tudjátok nézni. Ennek az apropóján akartunk készíteni mi is a már általán megvendégelt és interjú volt nagyszerű zenészekkel egy kerekasztal beszélgetés, és hát természetesen a pandémiás időszak is szóba került, hogy ez hogyan hat a mai zenei világra, zenei életre, zenészekre. És ezért raktam azt föl nemrég, ott is már láthatjátok az új linket. Illetve hát gondoltam, hogy mivel 10 éves a csatornánk, ezért valami speciális videó is lásson napvilágot. Jöttek volna még ugye Borislav Stavo és Paul Anthony Romero, a Divinity Original Sin 2, a Baldur's Gate 3 és a Heroes of Might and Magic széria zeneszerzi, de az egyik az Moszkvába kellett, hogy menjen. Még Borislav sajnos beteg lett. Na, ugye Isten, lehet, hogy Covid, de minél hamarabb gyógyuljon meg. Úgyhogy ő miattuk akarunk csinálni egy második részt is ehhez a beszélgetéshez, ahol ők is jelen lesznek. Justin Bell is majdnem jött volna, csak egyszerűen az új kontraktusa nem engedélye számára bármilyen nemű interakciót YouTube-on, mert ő most új helyen dolgozik. Ugye eddig az Obsidian Entertainment-nél dolgozott a Outer Worlds 1 kapcsán, illetve a Pillars of Eternity 1-2 kapcsán nagyszerű zenéket csinált. Ő is jött volna szívesen, de a kontraktusa nem engedte. Azt nem mondom, hogy hol dolgozik, de részben tudok már valamit róla. Még az, hogy nagy dolgot fog majd ő végezni szerintem megint. És hát ezért gondoltam, hogy akkor most csinálok egy videót erről a Patreon oldalunkról is, amit itt láthattok. Egyébként be fogom másolni szerintem a illetve bocsánat, megnézzük a... Okay. Itt láthatjátok az új linket egyébként. https://2.2.per www.patreon.com/filmgamer.hu pontos, hogy az evet és a hun ahhoz nagy betű legyen. Mert így fogadta el annól csak a rendszer. És ezért fontos ez a leírás. No, hát most láttuk egy szuper akciót egyébként. Én nem erre akartam rámenni, hanem erre. Megmutatom nektek, hogy itt van ugye a logónk, amit még egyébként nagy rész Kovács Fetinek köszönhetünk. Movie Stop vezetőjének. Köszönjük. Láthatjátok a posztokat, az oldalt. Ugye itt van a bevétel, a promóciós anyagrész. És itt látható, hogy már ezt már februárban tavaly el lett indítva, csak valamiért megtört az oldal, nem igazán pontosan értem, hogy miért. És itt állítható be, itt vannak a filterek, ugye, látható membership, community, ide várom majd az írásaitokat. Látható, hogy itt vannak a tírek, ugye van egy támogató tír, van egy nagy támogató tír, ez 3 dollár per hónap, Fingway Rajongó az 5 dollár, a Patreon az 7, és 10 a tag, aki tagja gyakorlatilag a kis közösségnek, egy örökös tagja. Ugye az első az csak egy általános támogatás, amit megköszönök nektek. A második is hasonló, viszont meg fogom tudni nektek keresni a különböző nektek tetsző legjobb játékokat, a bizonyos játéktípusokban, amit szerettek, vagy a legjobb játékárakat is kikereshetem számotokra. Most is, amit mutattam, az például egy a sok lehetőségből, amit az előbb véletlenül láthattatok, és lehet, hogy meg fogom vásárolni. Most például a Diablo 2 Resurrected Edition-t vettem meg,
9600-700 forintért körülbelül, úgyhogy 14-6 a rendes ára. Mondjuk ezt egyszerűen ezt is meg tudjátok találni mondjuk, mert ez a Diablo official hivatalos oldalon a Blizzardnál a Battle.net-en. De ugyanilyeneket, sőt még ennél sokkal durvábbakat tudtok 4-5-6 féle oldalon találni. Viszont így nektek nem kell keresgélni, megsporolom nektek az időt, és segítek amiben tudok. A filmgamer rajongó az már egyel még nagyobb kategória, természetesen itt is tudom nektek keresni a játékokat, viszont emellett a neveitek elhangzanak majd a havi Patreon videóban, vagy ha már nagyon sokan lennétek, akkor majd nem elhangzanak, hanem majd oda lesznek írva, jelezve. Filmgamer Patreon támogató pedig annyit akar, hogy különböző írásbeli kérdéseket küldhettek nekem, és videóban is megválaszolva. Meg is említelek titeket, és megválaszolom a kérdéseiteket, mert ti nagyobb figyelmet akartok, tehát én is több figyelmet teszek rátok. És emiatt a alapvető videók, játék és filmes bemutatók mellett, meg gameplay videók és interjúk és beszélgetési adások mellett nektek is válaszolom. Az is lehet, hogy egyébként élőben, sőt terve van véve, hogy lesz egy élő adás is most így a 10. évforduló kapcsán, így évvége fele. Ez természetesen magyar nyelven lesz, nem úgy, mint ez a kerekasztal beszélgetés, de egyébként van egy magyar nyelvű kerekasztal beszélgetés ötlet is, ahol a csatornán régóta is többször szereplő, de már egyébként régen nem hallott, látott társ szerkesztőkkel, vagy ex-társ szerkesztőkkel beszélgetnék. Erről az évről, a pandémiás időszakról, és az elmúlt 10 évről, úgy általában a videó, játékok és filmek terén, az ő tapasztalatik csatornáik, és persze a mi csatornánkról is, hogy mi a kedvenc rovatuk és ilyesmi. De ehhez hasonlót majd ti is kaphattok, hogyha nagyon sokan lesztek ilyen nagy Patreon támogatók, akkor lehet, hogy ez egy rendszeres műsorrá válik, és de havonta párszor nektek fogok élőbe akár válaszolni a YouTube live-val. Premium Talk pedig egy olyan kategória, ahol beszélgethetünk is. 10-15 perc erejéig kérdezhettek bármennyit, akár Skype-on, akárhol. Ezt persze megbeszéljük, gmailen, vagy szóban, vagy írásban, illetve természetesen itt is lesznek videós megemlítések, utalások rátok, illetve az, hogy tagok lesztek, így egy hatalmas, hát szűk körben fogtok helyezkedni valószínűleg, hiszen a legkevesebben gondolom én, ezt a tagsági részt fogjátok előhozni, és itt a hangoutsokat, például gmail hangouts, vagy Skype, ilyesmi, ezek zárt privát dolgok, ezekről nem fogtok látni semmit a videón, ezt csak azt fogja látni, aki tag, vele fogok beszélgetni személyesen adásokon kívül. Ez egy privilégium lesz, mert más nem fogja tudni, hogy mit hangoztak el. Ez nem azért lesz, mert egy zárt kategóriát akarom kialakítani, mint a zárt ülések bizonyos politikai helyeken, és tudjuk, hogy sokszor adnak miért van oka szerintem, hanem ez amiatt van, mert így kaptok egy exkluzivitást tagként. És én is így sokkal jobban tudok rátok külön figyelni, hogyha privátabb szférában beszélgetünk, tehát nem ugye csak is a YouTube-on, hanem azon kívül. Úgyhogy ezek lennének a támogatói szintek. Természetesen kaphattok ilyen jelvényt, vagy nem tudom, logót, vagy minek mondjuk badge-t. Ezen kívül, mint amilyen a csatornának ugye a jele, amit egyiket úgy fent köszönök Kovács Petinek, se időm, se energiám lett volna, hogy ezt megcsináljam 8-10 órás munkák mellett, pedig érdekelt volna a dolog amúgy, bár nem vagyok egy ilyen nagy Adobe Photoshop Master, hozzá kell, én sosem voltam úgy rajzolásban mester, se általában, éve se a gépen, de mondjuk érdekelne a dolog, de nincs rá egyszerűen időm. Úgyhogy köszönöm Petinek, még jó pár éve alkottam ezt meg. Egyébként valószínűleg Peti is részese lesz ennek a magyar beszélgetés podcastnek. Ami még szintén most évvégéig lesz, amit már jó ideje ide, ígérek, csak egyszerűen idő nem volt rá, de már be van tárazva, a táblázat is van róla minden, az mondjuk azt írom, fogjátok látni, hogy legyen egy kis izgalomfaktor, mert megmutathatnám, de akkor könnyen tudnátok válaszolni, meg, meg lehetne tudni előre, ki mit kap, nem lenne meglepetés érzetem, lenne karácsonyi feeling. De lényeg az, hogy összeállítottam egy játéklistát,
ami megmaradt játékok, illetve új játékok egybe, illetve lesz egy játék, ami, vagy külön lesz sorsolva, egy olyan játék, amit végül is ti határozhattok meg, de csak a kategóriáját, illetve esetleg akár a kiadót, de tehát nem totálisan a játékot magát, de a konkrét kategóriát, amit szerettek, azt ti fogjátok meghatározni, és abból én beszélek egy viszonylag nagy nevet, viszonylag olcsó, mert nem vagyok milliárdos, de fogok találni olyan oldalt, higgyétek el, és nem szürkét. Egyébként ajánlom a játékbolt rovatunkat, hogy emlékszem, hogy ez volt a rovatnak a neve. Most egy ideje már abba hagytam, de majd lehet, hogy hamarosan folytatom. Ott egyébként a nem szürke oldalak közül láthatjátok a nagy részét, amiből 20-30-40 Steam kulcsom van, vagy például Uplay, vagy Origin, vagy egyéb más GOG.com. Ezek mind teljesen legálisak, 10 éve használom a legtöbbet majdnem. És egyébként is azok. Tehát valószínűleg ezekből valamelyikéből majd fogok szeretnétek egy olyan játékot, ami konkrétan a ti általatok kedves stílusból jön, és egy elég nagy nevű játék, tehát ezt megmutatom, hogy nem egy kis nevű játékról van szó. Egyébként a táblázatban is egész jó játékok is vannak, vannak indie, meg kisebb játékok, meg nagyobb nevű játékok is. No hát ez körülbelül a évvégéig a terv. És a Patreon oldal is erre szolgál igazából, hogy minél frissebb játékokat mutathassak be nektek, játszassak végig, minél többször tudjak veletek is foglalkozni és válaszolni a kérdéseitekre. Ezen kívül az itt beleölt pénzt, amit ti adtok igazából a csatornába, ezt még jobb minőségű mikrofonhoz használnám el, mert ez a mikrofon ez 15 éves körülbelül, bár kiszolgálja idejét, de akkor is régi és nem a legjobb darab. Aztán ugyanígy a webkamera esetén, most az legutóbb videóban láttátok a webkamerát, ez nem a legeslegjobb. Ez is egy olyan 6-7 éves legalább az a webkamera. És ezek ugye egyenként a jó minőségű és streamer mikrofonok 50 és 100 ezer forint között van, pont most néztem, de ugyanígy a kemek sem olcsó. Akkor ugyanígy a játékok esetén a legújabb játékok is 10 000-be kerülnek, szóval nem egy olcsóság mondjuk ezt. A legújabb monitorok sem olcsók. 100-150 ezer között vannak a jó minőségű 4K monitorok, ugyanis én ezt hozzá kell tennem, egy éven belül át akarok térni 4K gamingre. Meg mind, hát amiben lehet 4K-ra. Egyrészt látom már, hogy lassan átveszi a szerintem az 1440p, vagy inkább az 1080p helyében, inkább 1440p-t mondanám. Másrészt jövőre kijönnek olyan kártyák, amelyek már bőszen simán fogják tudni a 4K-t, legalább 60 FPS-sel. Nekem ez a minimum, és ez a már elégséges egyben kategória. Hogyha ez megvan, akkor megindulhat is az átállás. És akkor lehet, hogy csak high-ban, medium és high-ban, de 4K-ban fogom tolni, ami azért jó, mert 4K-ban nem jönnek ki annyira a grafikai hibák sem, vagy bocsánat, a grafikai hibák, grafikai részletesség hátrányai, mert annyira részletes, plusz az élsimításra kell például bekapcsolni, mert annyira részletes. Tehát tudok játszani, mikor ha kevés lenne az FPS, akkor is egész jó a helyzet. De mondjuk a jövő évi kártyákkal szerintem már nem ez lesz a helyzet, egy 4000-es GeForce vagy egy 7000-es RX Radeon kártya azért elég erősnek néz ki, ha megnézzük a mostani kártyáikat, és elvileg ennek a dupláját ígéri teljesítményben, azt jelenti, hogy 120 FPS is lehet egy-egy játéknál 4K-ba. Azért az már eléggé jó. Tehát azt jelenti, hogy a 60 az gyakorlatilag mindig meg lesz. És nekem ez már jó, és el tudom akkor adni majd ezt a gépet, elég jó áron a mai árak alapján, így nem kell olyan sokat ráköltenem majd, persze a monitor az ott lesz, még plusz is legalább egy 100-as, de egyrészt ti is segítetek ebbe is a támogatásba, másrészt meg fogom tudni azért oldani, mert hát ez a monitor ez 6 évig, jövőre már majdnem 7 évig fog kiszolgálni, ami azért nem egy rossz arány, árérték arány, ha a következő monitor is így kiszolgál. Aztán szeretnék több akár helyszíni interjút készíteni, amiért megint plusz pénz kell. Egyet el tudtam egyéb iránt ingyen nagy nehezen megoldani, ezt láthatjátok a vallatorvadban, de a nagy részét azt így itthon kellett. Néha van, hogy utaznom is kellene egy interjúra egyébként, volt olyan lehetőség, amit amiatt nem tudtam. Nem tudtam 300 km meg 200 km-t utazni éppen. Szóval nagyon sok mindenre kell sajnos idő és pénz. És ez a kettő az, ami szerintem a legtöbb youtubernek hiányzik. És emiatt nem tud esetleg kitörni, vagy jobb és még több tartalmat osztani nektek, vagy kitűnni a tömegből, mert nincs meg ez a két luxus, ami manapság elég nagy luxus, a pénz,
ami a biztos tőkét és háttér biztosít, és az idő. Én nem vetek azokkal egyet, akik azt mondják, hogy csak az a jó videós, aki naponta 100 videót kiad. Most volt egy youtuber, nem fogom elmondani a nevét, de konkrétan ezt mondta a legtöbb... látjátok, most le is jött a Diablo 2 Resurrected már a betűnete. Tehát a legtöbb dolog, amit említett, az egyetérthető volt, de ebben alatt nem értettem vele egyet, hogy azt mondtam, hogy az a youtuber, aki csak néhány videót rak föl, és kevésbé élénk, mert munka mellett csinálja, az nem teszi bele szívét, lelkét. Ez rohadtul nem igaz, de pont, hogy azt teszi igazán bele a szívét, lelkét, amikor sokkal kevesebb az ideje, a szabad ideje. A 8-10 órás munkánk, mellékmunkánk, mert nekem még az is van, barátnő és család és stb. Mellett, hogy még belefétszöli a tizennyi idejét is abba, hogy értékes, izgalmas, érdekes tartalmakat nyújtson. Az a videós az az, aki igazán szívvel lélekkel viszi, hiszen azt az idejét, amit más pihenéssel, dőzsöléssel, meg egyebekkel viszel, ő azt is részben munkára szánja. Ez részben egy munka, bár nekem hobbim is, de el tud benne fáradni az ember egy idő után, főleg a fordít is és minden. Tehát higgyétek el, azért aki jó sok videót csinált már, nem csak a mi csatornánk, több ezer videó van, akármelyik más csatorna, 10 év alatt persze, az már nem kis munka. Főleg, hogyha ennyiféle rovat van, mint nálunk, vagy akár Oszkárnál is egy csomó rovat, és játékvideó, vagy Husky Dognál is sorolhatnám. És egyébként mi mind munka mellett csináljuk, ellentétben azokkal, és talán azzal is, aki ezt a statementet, ezt az állítást adta, hogy azokat nem igazi youtuberek is nem szívből csinálják. Mi sajnos, nem sajnos munka mellett csináljuk. Persze, hogyha nem munka mellett csinálunk, ha ez lenne a munkánk, és kapnánk itt annyi pénzt, hogy nyugodtan tudjuk készíteni a videókat, akkor persze mi is többet csinálnánk, mert nekem ez a szívügyem, 10 éve a csatorna, amit unszulásra kezdtem el és készítettem el. Rokonok, barátok mondták, hogy nem akarsz neki elkezdeni egy csatornát, illetve igazából én már elpróbáltam ugye 2007-ben egyet, csak ugye akkor nem volt se olyan gépem, se internetem, megint látjátok a pénz, hogy föl tudjam tölteni a videókat. Megcsináltam videókat, volt, hogy rádió hangadásokat csináltam játékokról, ebből egyet a fejéből 2007-es videóját láthatjátok, mert azt tudtam még megmenteni az utókornak, a többi sajnos eltűnt, de már akkor csináltam egy csomót egyébként, és szerettem volna akkor elindítani, akkor egy eléggé más helyzet lenne egyébként, a 2007-ben elindítottam volna a csatornát. Nagyon sokat számít egy YouTube-nál az is, hogy mikor indul el, például a legelején, ugyanúgy, mint egy piramis játéknál, sajnos ezt kell mondanom, kicsit ilyen szempontból a jelleg. Ott is, aki legelőször elindul és felépíti egy bázist, utána már nem is nagyon kell dolgoznia annyira legalábbis, hogy ne kapjon annyi háttértőkét, hogy ne tudjon abból legalább megélni hosszú távon, akár a nyugdíjáig. De én azt mondom, hogy aki persze tartja a szintet és nem megy le kutyába, se minőségbe, se stílusába, se viselkedésébe lehetne sorolni, akkor az igazán magasra törhet. Viszont aki persze leadja a stílusát, nem csak a minőségét meg a videók számát, hanem egyszerűen emberileg, erkölcsileg olyan szintre süllyed, hogy na, az, attól viszont el szoktak pártolni persze. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. De én szeretnék ugyanezen a szinten, sőt feljebb lépni, de nem csak azáltal, hogy többet keresem, vagy nagyobb a nézettséget, hanem azt szeretném, hogy azt érezzem, amit mostanában a legtöbb kommentnél érzek, hogy írják, hogy mennyire jó a játék ajánlás, és megtetszett neki a játék, és elkezd vele játszani. Vagy hogy egyetért a filmen, és hogy ő is most rakolja ezt a sorozatot nézni, elkezdi az évadot. Ilyenekre gondolok, hogy én ezeket olvashatom, az tök jó. Vagy hogyha látom, hogy tetszik, érdekes az interjú, hogy azt írja. Én ezekért dolgozok, meg azért is, mert én szeretem, tehát én szeretek ezekkel a témákkal foglalkozni. Tehát, ha nem szeretném, akkor nem is kezdtem volna el 10 évre, amikor még egyáltalán, aztán még talán pénzavétel módja se volt talán, aztán csak 12 vagy 3 vagy jött be a pénzavétel lehetőség itthon is, de lehet, hogy kicsit később. Tehát ez a nagyon fontos, hogy én például nem ezért kezdtem el, hogy ebből megéljek, de összesen tök jó lenne, ne hazudjunk, hogyha megélhetünk ebben. Ebből, de nem ezért kezdtem el, és 10 évig nem is azért csináltam, az már biztos, mert most sem kapok sokat egyébként a YouTube reklámokból. Ami persze egyébként az miatt van, ezt erősen gondolom, hogy mindenki adblockol. És nem mondom azt, hogy ne tegyétek, de nem egy jó dolog persze, olyan szempontból, hogy mégis ez is egy kikerülése annak, amiből igazából a YouTube persze létezik. De tudjuk, hogy mennyire sok és idegesítő a reklám.
de ez egy kétéli fegyver az Adblock, az én véleményem, mert lehet, hogy nélkül nem lenne annyi nézője egy-egy csatornának, ezáltal több a néző, viszont közben meg nem nagyon látja vissza azt, ami igazából a YouTube csatornáknak járna, mert is a szerződés az benne van, csak ugye az adblockok miatt nem jár annyi. Ezért fontosak annyira sokaknak a forgalmazók, a támogatók. Nekünk sosem volt se forgalmazónk, se támogatónk, úgy felülsünk. Egy-két nézőnk volt, aki adományozott régébbi játék, nyereményjáték adásoknál játékokat, amit továbbra is újra megköszönök. De úgy egyébként ezen kívül, meg talán RPG Games segítsége nélkül a csatorna kezdete után egy picivel, én nem nagyon kaptam soha semmit. És nem azért jöttem, hogy azonnal most pénzt keresek, mert vannak olyan csatornák, akik így alakultak véleményem szerint, ez annyira látszik, hogy pont akkor abban a szektorban, abban az időszakban mindjárt egy kis tőkével és megerősített támogatókkal rakéta úgy beindult. Vagy például olyan oldal, nagy videós játék oldal itthon, amely hát igazából a társadalmi, az anyavállalata és anya oldala nélkül nem létezne konkrétan ez a csatorna. Tehát ha az nincs ott, nem is indult volna el valószínűleg, és nem is lenne ekkora sikere. Nem, most nem akarok mondani, de szerintem tudjátok, hogy mire gondolok, és tele van fordítással is. A csatorna egy az egyben átveszik a cikkeket, már annyiszor láttam és beírtam kommentbe, hogy ez csak egy fordítás. Idézővel csak, persze az is egy jó dolog, csak nem úgy van megosztva, hogy ez egy fordítás, ez a cikk. Szóval félrevezetés az ott van, és ezt nem szeretem. És nagyon sok csatorna ebből lett nagy sikerű, és úgy él meg jól, hogy igazából nem az ön erejéből, hanem hatalmas tőkebeli vagy háttérbeli segítsége. És úgy csinál, mintha ő a saját egy dollárjával hatalmas sikereket ért el, ugye Amerikába, típusú szövegek körülbelül. Ilyen a mesékben biztos van, de ha csak nincs is felősöd, aki az egy dollár után felkarol és elindít egy pályán, amit aztán persze te jól meg elvégzel, akkor onnan is nehéz ugye felemelkedni. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog ezen elgondolkodni, hogy ma mit jelent sikernek a YouTube-on, mit érzünk vagy gondolunk annak, és miért, és lehetne sorolni, mert ez elég is szerte ágazó, és igazából majdnem mindenki más és más miatt lett sikeres véleményem. Szerintem természetesen egy csatorna, ha nem érdekes, nem informatív, nem kommunikatív, meg nem figyel a közösségére, illetve nem elég változatos véleményem szerint, csak ugyanazokat a kontenteket tolja, bár persze tudom, vannak olyan csatornák, amik a Minecraftból élnek meg ezerrel, és csak azt tudják egész nap, de ezeket a csatornákat szerintem a legtöbb néző, az átlag néző az valószínűleg olyan nagyra tekinti, ha csak nem egy Minecraft szerelmes, de még akkor sem biztos, hogy úgy tekint rá, mert akkor ezt inkább tolja, mint csak nézi. Mert ezeknél csatornáknél sokszor azt hiszem, hogy kötelezik, hogy csak nézd és ne játsz. Sokszor ezt érzem. Én pedig inkább játszani akarok. És néha nézek, ahogy valószínűleg ti is minket és többeket néztek csatornákat, de nem egyfolytában. Ezeknél csatornáknál azt érzem, persze gondolom a bevétel érdekében is, hogy egész nap azt nézd. És ezt látom is az unokahúgomiknál például, hogy inkább nézik, mint játszanának. Pedig ők nekik megvan a játék, szóval nem arról van szó, hogy ne tudnának. Szóval ez is egy kicsit számomra olyan furcsa, hogy egy-egy tematikára, vagy éppen nagyon kedve, vagy játékra ráugrunk, például ott van még a kocsorozat, és akkor azt tudjuk orva, szájba vérzésig, de olyan érdekes, vagy értelmes kategóriájú rovatot, videót, azt már nem nyújt a csatorna, ennek ellenére hatalmas bevételre tesznek szert. Tehát az arány, az számomra itt is nagyon furcsa, hogy a való életben és a szerencse nélkül sokszor nem megy semmire. Ha jó helyre születsz, elég csak egy nagy fővárosba, például New York vagy Londonban, azért, ha a családod nem olyan szegény háttérrel rendelkezik, megért, vagy a rokonság, vagy baráti körre, mert akkor gyakorlatilag ki tudsz törni a tehetséged, de egy csomó szektorban, ahol akarsz, vagy tudsz. Ki fogsz tudni törni, mert ott van egy biztos háttér. Ha ez nincs meg, akkor tök nehéz lesz. Ez a tapasztalat, egy csomó ismerősömnél, meg életútnál, amit láttam életem során, ez a tapasztalat, és ezt rossz látni, és ez átment egy kicsit a YouTube-ra is véleményem szerint. Tehát itt is a nagyok jeleznek sokszor előnyt, meg azok, akik már eleve nagy támogató háttérrel, és nagyon jó család és egyéb háttérrel rendelkeznek, mert az egy hatalmas löket már a kezdetkor, plusz a marketing, de ne felejtsük el a marketinget se, az hatalmas nagy ütőerő, nem egy is erősen fizet
több mint 100 000 forintot havonta marketingre, külföldön dolgozik, teheti Facebook és YouTube marketing, anélkül még akkora sem egy csatornája, amekkora, amelyiket eléggé szánalmas, mert az ő csatornájukat is sokkal többen kéne, hogy figyeljék, de mint tudjuk, Magyarországi limitált, korlátolt piac, így eleve nem tudunk annyi nézőt kiszolgálni, mint mondjuk szeretnénk, mert egyszerűen be van szűkülve, 10 millióan vagyunk, abból nem tudom, 200 000 ember nézi talán igazán gyakran 300 a videókat, meg főleg a fiatal korosztály, szóval be van határolva. És aki külföldön indít el egy csatornát, az eleve többször annyit kap a reklámokért, például Londonban vagy New Yorkban, főleg egy ottani IP-vel, IP címmel, egy PC IP-vel, és nem csak, hogy sokkal többet kap, a bázis az, egy világszintű bázis. Most én is csinálok persze angol videókat, de nem olyan sokat, és azért nem olyan profi szinten természetesen, nem vagyok angol, meg nem élek ott 30 éve, de nem ismerem a helyi dolgokat, meg a legújabb játékok se azonnal ugrálnak hozzá megjelenés napján, de ez van. De ezzel kell tovább élni, és látni a YouTube nagyon sok pozitív elemét, de van egy-két számra ilyen szempontból egy kicsit negatív. Viszont az tök jó, hogy például erre is teret enged a YouTube Patreonra, teret enged arra, hogy egyre többféle típusú videót lehet egyre könnyebben felrakni, szerkeszteni és archiválni, megtörölni, meg akár. Tehát a szerkesztésben egyre jobb átlátni, nem mindig olyan könnyű, és újra kell tanulni bizonyos dolgokat időközönként sajnos, de összességében a kezelhetőség azért ott van. Tehát nagyon sok mindent tehetsz azért, hogy egyre jobban kezelhessd a csatornádat. És itt a Patreon és a tagokat például. Ennyit akartam mondani, jó hosszú lett, de most ez egy kicsit elrévett ez a speciális videó egy kicsit más témára is, mint ami a lényegi eleme volt. Köszönöm, hogy meghallgattatok, néztetek, és hát további szép hétvégét kívánok nektek, és előre is köszönjük támogatásokat. Úgyhogy azon tőletek, sziasztok!